Július 10-i híradónkat látják. Kislinder Gábor községi elnök, mint a rendkívüli helyzetek községi törzskarának parancsnoka, szerkesztőségünknek továbbította a belügyminisztérium hozzáintézett figyelmeztetését. Eszerint a köztársasági hidrometeorológiai intézet riasztást adott ki, mivel július 12-ig szélsőségesen meleg időre lehet számítani. Ezekben a napokban az előrejelzés szerint a délutáni órákban 34 és 38 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk majd, de helyenként akár 40 fok is lehet. Az extrém meleg pedig kihat az emberek egészségi állapotára, de egyben fokozódik a tűzvész kialakulásának esélye is. Ezt kell figyelembe venni, és ennek tükrében kell meghozni a megfelelő óvintézkedéseket, olvasható a figyelmeztetésben. 13 helyi közösség nyert pénzeszközöket a tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkárság pályázatán a vízvezetékek újjáépítésére. Közöttük van a zentagunarasi helyi közösség is. A pályázat keretében megvalósítandó projekt összértéke mintegy 280 millió dinár, a titkárság körülbelül 190 millió dinárral járul hozzá, ami a beruházások összértékének 68%-át jelenti, a helyi önkormányzatok mintegy 90 millió dinárt különítenek el erre a célra, ami 32%-os hozzájárulást jelent. Az illetékes titkár elmondta, hogy a várakozások szerint az idén mintegy 1 milliárd dinárt költenek egyébként Vajdaságban a vízvezeték és a csatorna hálózatok kiépítésére és újjáépítésére. Az entagunarosi beruházásra vonatkozó szerződést Kislinder Gábor községi elnök írta alá. A helyi önkormányzat vezetői, a szerbiai katonaság, civil szervezetek képviselői jelenlétében ünnepelték meg július 8-án Karkatúr napját. Ebből az alkalomból az elesett harcosok emlékművét Kislinder Gábor községi elnök és Sasa Srdić, a képviselőtestület elnöke koszorúzta meg. Megtartották a már hagyományos gyermekfutó versenyt is ez alkalommal. Véget ért a Szelotoszban mi, a falu mi vagyunk, Wir sind das Dorf címmel 12. alkalommal megszervezett falunapi rendezvénysorozat Pacséron. A gazdag programsorozat kellemes kikapcsolódást nyújtotta a résztvevőknek. A rendezvényt mindig a pravoszláv Péter és Pál napi templom búcsúhoz legközelebb eső hétvégén tartják meg, az idén július 7-től 9-éig. Az első nap a labdarúgó pályán felállított nagy színpadon retro diszkóval szórakoztatták a jelenlévőket. Szombaton horgászbajnokság volt, a Kiserdei tónál, valamint babgulyás főző versenyt is tartottak. Elismeréseket adtak át a többszörös véradóknak, és megköszönték önzetlenségüket. Megnyílt a Szilágyi Gábor amatőr képzőművészeti csoport és az Aranyszál kézimunkacsoport kiállítása a faluházban. A játszótéren különböző szórakozási lehetőségek várták a gyerekeket. 50 kg tésztából sütöttek lángost, ami mindenki megkóstolhatott. A labdarúgópályán nemzetközi fitness rendezvényt is tartottak, melybe bárki bekapcsolódhatott. Bemutatták tudásukat a tekvondósok és az önkéntes tűzoltó testület tagjai is, gyakorlati betekintést engedtek munkájukba, de íjászkodhattak is az érdeklődők. Kézművesek is kínálták portékáikat, és hosszú idő után a könyvbusz kínálatából is válogathattak a könyvbarátok. Az esti órákban kerül sor a művelődési műsorra helybeli, tordai és múzsiai fellépésre. A jó hangulatú műsor keretein belül Szombati Zoltán, a helyi közösség tanácselnöke kiemelte, hogy a sós, melegvizes tófürdőnek köszönhetően a faluban több magánszálláshely is nyílt, vállalkozók vendéglőt is nyitnak. A tófürdő területén augusztus végén várhatóan megnyílik a fedett rész is, ami a falusi turizmus további fellendülését eredményezheti. A kisújszállási testvértelepülés önkormányzatának üdvözletét Szepesi Jenő képviselő, a tordaiakét Dobai János, a helyi közösség tanácselnöke tolmácsolta. Nagy szeretettel üdvözlök minden itt megjelent vendéget, aki a jelenlétével emeli az ünnepség színvonalát, és bizonyítja azt, hogy Pacsér él, és megmarad, és meg fog maradni ebben az ivataros időszakban.
Az elmúlt évek, én úgy gondolom, hogy bizonyították azt, hogy ez a falu és lakói élni szeretnének, és fejlődni szeretnének. Hiszen úgy gondolom, hogy augusztusban, amikor átadjuk a Ferenc medencét, és akik járnak főrelni, látják, hogy igencsak a vége felé közelednek a munkálatok, elmondhatjuk azt, hogy Pacsér egy jelentős pontként beírja magát Szerbia turizmusába, és turisztikai desztinációként nem csak Szerbiában, nem csak Vajdaságban, hanem Magyarországon, és úgy gondolom, az unió területéről is komoly lehetőségeket nyújt az ide látogató turistáknak és befektetőknek is. Hiszen nap mint nap látjuk, hogy nyílnak újabb kiadó házacskák, ahol az ide látogató turisták meg tudnak aludni, vendéglők fognak nyílni, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség a számunkra, amely a megmaradásunkat, itt maradásunkat tudja biztosítani, és elsősorban itt majd a fiatalokra kell számítanunk, hiszen az ő itt maradásuk és az ő jövőképük jelenti számunkra ennek a falunak a megmaradását, hogy további sok-sok évtizedig még ünnepelhessünk itt Pacséron falunapot. Örömmel látom önöket, ugyanis a nagykunság vérei ilyen messzire a pacséri vidékre számazott el, és öröm látni, hogy a nagykunsági zenéket, népzenéket milyen hülyen és milyen kedvel és milyen kedvesen adják elő a gyermekeik, és öröm látni, hogy hogyan átadták ezeket a hagyományokat a utódaiknak. Kívánom önöknek, hogy továbbra is őrizzék meg ezen hagyományaikat, hisz ez a kis közösség nagyon szépen megmutatta akár a szomszéd országoknak is, hogy több nemzetiség milyen szépen tud együtt élni, és csodálkozom, hogy mennyire együtt tudnak egymással örömtelien beszélni, és egymást segítve élni ebben a kis közösségben. Engedjék meg, hogy a magam nevében és a tordaiak nevében gratuláljak a falunaphoz, ez a nagyon szép ünnephez, amerre már nagyon régóta járunk, mindig öröm ide eljönni, hisz barátokhoz, testvérekhez jövünk mindig valamit ünnepelni, jövünk mindig valamit tapasztalni, és én kihasználom az alkalmat, amit az előzőek is elmondtak már, gratuláljak ahhoz a beruházásokhoz, fejlesztési tervekhez, amely az előző évben megvalósult, külön a fürdő további építéséhez, kiépítéséhez, a fedett részhez. Remélem azt, hogy előbb-utóbb mi Tordán is hozzá tudunk kezdeni egy hasonló beruházáshoz, és én kívánok önöknek még nagyon sok ilyen beruházást, erőt és kitartást, és persze pénzt is hozzá, és kívánok maguknak kellemes estét, kellemes ünneplést, és áldja meg önöket az Isten, a pacsériakat és a többi vendéget, akik ma itt összejöttek. A műsort követően került sor a hagyományos falunapi tűzi játékra. A rendezvénysorozat vasárnap táborzáró istentisztelettel zárult a református templomban. Május végéig iratkozhattak be a gyerekek a Bambi iskoláskor előtti intézménybe. Az eddigiek alapján a következő tanévre 265 óvodást vettek nyilvántartásba a Bambi óvoda Duna utcai központjában. Ez mintegy 20-szal több, mint tavaly, illetve ugyanitt az iskola előkészítősök száma 69 az idén. A Gorica épületében 69 gyermekkel foglalkozhatnak majd, a Kolibriben 47 óvodást jelentettek be a szülők, a Zentai úti épületet pedig 102 gyermek népesíti be szeptembertől. A községhez tartozó falvak óvodáiban is megtörtént az iratkozás, Bácskosútfalván 92, Pacséron 31, Bajsán 39, Krivaján 8, Tomislavci faluban 12, Panónián 11, Zentagunarason 27, Nyegosevon 13, Gunarason pedig 36 óvodást írattak be. A bácskosútfalvi Napsugár református óvoda 30 gyermekkel kezdi a tanévet szeptemberben. Érzelmi raktár volt a mottója a Bácskosútfalvi 9 plusz 1 nemzetközi művésztelep 13. mesterműhelyének, melynek szelektora az idén Miroszláv Jováncsics, szabadkai festőművész volt. Fiatal alkotókat és néhány művészbarátját hívta meg, akikkel egy héten keresztül együtt alkottak. Az elkészült művekből szombaton nyílt kiállítás. Jováncsics elmondása szerint mindig is gondot jelentett számára a meghatározott téma, ezért arra
arra törekedett, hogy ne zárja korlátok közé az alkotókat. Minden ilyen megbízott, aki meghívja a kollégákat, az valamilyen némi kis változást tud belehozni a telepnek a munkásságában, és szerintem ez hasznos is nagyon jó. Az én elképzelésem az volt, hogy hívjak meg fiatalokat, akik szerintem most ebben a pillanatban valahogy a vajdasági képzőművészetnek a jövőjét esetleg tudják meg képviselni nem sokára. És erre törekedtem, hogy egy ilyen mix, kevert társaság jöjjön össze. Vannak itt kollégák, akik már sokszor megfordultak itt, de vannak olyanok is, akik először vannak itt, és ez szerintem egy izgalmas találkozás, mindenkinek jó. Különösen olyan értelemben, hogy a művésztelepnek a profilja is tud egy picikét változni, mert a fiatalok azok mindig egy új világot látnak, élnek, éreznek és olyat is alkotnak, úgyhogy szerintem izgalmas lesz. Az idei művésztelepnek témája van. Mi a témája? Hogy határozta ezt meg? Igazából van is, meg nincs is. Igen. Én személy szerint nem vagyok az a típusú ember, aki nagyon könnyen alkalmazkodik, ha bár törekszem arra. De az ilyen nagyon meghatározott téma mindig is nekem olyan gondot jelentett, és úgy gondoltam, ha már most én vagyok megbízva, akkor én ezt ki fogom teljesen nyitni. Elhangzott egy ilyen, hogy érzelmi raktár, de igazából ez jelentett sok mindent, rengeteget, és gondolom, hogy ez mindenkinek megfelel, hiszen mi más nem nagyon csinálunk, csak mint a kis méhecskék szorgalmasan tároljuk az érzelmi szenzációkat, és aztán ebből a tárolt anyagból, ebből a mézből, ebből imitamat valamit megosztunk másokkal is. Ez volt az elképzelés, úgyhogy ez a motto az egész telepnek. 15 alkotót hívott Szerbiából és Magyarországról, elismert művészeket és fiatal pályakezdőket. Ifjabb Drenkovics Tibor, a művésztelep alelnöke szerint öröm nézni, ahogyan lépésről lépésre, ecsetvonásról ecsetvonásra megszületnek ezek a képek. Hát a mesterműhely az idén 13. alkalommal kerül megrendezésre. Ugye ide akadémikusok jönnek, olyanok, akik magasabb iskolát végeztek, és őket egy adott művész hívja össze, ez egy hagyomány náluk, amit mindig előző évben választanak ki. Idén Miroslav Jovancsicra esett a választás, és az érzelmi raktár nevet adta a táborunknak, amiben valójában bármi belefér, ami a művészek lelkébe benne van, és ennek a folyamatának tudunk részesei lenni, lássuk megszületni az alkotásokat, lépésről lépésre, elcsetvonásról elcsetvonásra, ami számunkra is, és valójában bárkinek hatalmas élmény tud lenni. Az idei mesterműhely keretén belül egy könyvbemutatóra és egy koncertre is sor került. Pénteken 16 órától a művésztelepen Bíró Tímea a Pusztítás reggelei című kötetét mutatták be, amelyet Jovancsics illusztrált, 18 órától pedig az Etnokor koncertjére várták az érdeklődőket a rekreációs központ teraszán. A mesterműhely kiállítással zárult szombaton 11 órakor a művésztelepen. A most már TSC néven szereplő Topolyai Asztali Tenisz Klub férfi első csapata az utóbbi években rendre a második liga harmadik helyét szerezte meg. Az elsősorban Egri Tihamér, Mellik Viktor, Fagyas László és Kovács Richard nevével fémjelzett csapat, és a vezetőség is abban bízik azonban, hogy a következő bajnokságban ennél jobb dobogós helyet is ki tudnának harcolni. A második csapatban elsősorban a fiatalok kapnak játék lehetőséget. Kovács Zsolt, Pánovics Alexander, Beck Csongor. Az idősebbek közül Purucki Zoltán erősíti a csapatot, mely a Nyugat-Bácskai Ligában némi meglepetésre az előkelő második helyen végzett. Kedden helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de túlnyomóan napos és nagyon meleg időre lehet számítani a délutáni órákban 32-37,
de akár 40 fokot is mérhetünk. Szerdán délelőtt még helyenként előfordulhatnak frissítő záporok, néhol megélénkül a déli szél. A délutáni órákban 30 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön a jelenlegi számítások szerint már nem kell extrémen meleg időjárásra számítani, 30 fok körüli értékeket mérhetünk majd napközben, és egy-egy frissítő zápor vagy zivatar is kialakulhat. Kedves nézőink, Önök július 10-i híradónkat látták, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük az Önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánunk Önöknek!